A mikrofonnál Simon Palov Judit. Rendkívüli uniós csúcsra hívták a hónap végére ismét az uniós szakminisztereket az energiaválság miatt. Ezen a találkozón elvileg megpróbálnak majd megegyezésre jutni azokról a célzott javaslatokról, amelyeket sajtóértesülések szerint a mai évértékelőjén tár a nyilvánosság elé az Európai Bizottság elnöke. A gázársapka állítólag lekerült a napirendről, de még így is maradtak a kalapban olyan intézkedések, amelyek elgondolkodtatóak. Toldi és Berapi Péter, a Klímapolitikai Intézet kutatásvezetője, illetve a Körforgásos Gazdaság szakértője van velem ma reggel a stúdióban. Jó reggelt kívánok mindkettőjüknek! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt, köszöntjük a hallgatókat! Doldi ottóhoz szól az első kérdésem, ugye azért van néhány olyan javaslat ezzel a csomaggal kapcsolatban, ami már a nyilvánosság elé kikerült, amiről úgy nagyjából ki lehet találni, hogy miről van szó, de még mielőtt ezeket az egyébként elég nehezen felfogható, leginkább az adózáson keresztül ható javaslatokat elmondanám. Nézzük az egyik legnagyobb portvert ötletet, a gázássapkát valóban le lehetett ezt tolni az asztalról, és miért volt észszerű letolni, hogyha ezt sikerült? úgy kell elképzelni, hogy ugye én vagy úgy hívnak, hogy Toldi ottó, én bemegyek a gázszolgáltatóhoz, és kijelentem a nekik, hogy ne haragudjanak, én ezt az árat, amit önök ajánlanak, én erre ásakkát szeretnék bevezetni, maradjunk egy alacsonyabb szinten, én nem vagyok hajlandó ezt az árat, amit önök megszabnak kifizetni. Nyilván valamennyi türelmi idő után engem le fognak kapcsolni a szolgáltatásról. Ez körülbelül ennyire volt életszerű, hogy az oroszok, oroszok felé ez egy újabb szankciós lépés akart lenni, csak igen, és akkor jöttek a norvégok, akik szintén jelentős mennyiségű földgázt exportálnak, hogy igen, de ez az ásapka az ő neki is problematikus lesz, mert, mert ugye az ő kitermelési költségeik nőnek, és akkor kéntelek lesznek LNG formájába ezt a norvég földgáz nem Európában eladni, hanem esetleg ők is Ázsiába. Tehát ez az egyik dolog. A másik, hogy pontosan lehet tudni, hogy hogy mi lett volna erre az orosz válasz. Ugye a bizottság bejelentette már ezt megelőzően, hogy a kőolajra is egy ilyen, az orosz kőolajra is egy ilyen álsapkát szeretnének bevezetni, akkor erre az orosz válasz az volt, hogy jó, akkor akik ebben részt vesznek, azok nem kapnak orosz, orosz kőolajat többet, semmilyen formában. Uh, ugye erre Ursula von der Leyen nem régen belentette, hogy ideje elgondolkodni egy, egy földgáz ásapkán, erre pedig nem indult újra az északi áramlat egyvezeték. Tehát erre is már megvan az orosz válasz, tehát ez tovább hagyja fölfelé az árakat, és a célokkal, az Európai Unió céljaival pontosan ellenkező hatást vett ö, okoz. Ö, tehát az ember józan észre föl sem fogja, hogy valójában mi lehetett ennek a célja, de nekem van egy összeesküvés elméletem, de tudjuk most már az ENSZ után, hogy ez is büntetendő, ha valakinek van ilyen. Itt is meg kell gondolni az ember, mit beszél. Tehát az Európai Unió a, ezt a háborút, kihasználva, és most egy picit morbid leszek nekem az az érzésem, hogy egy, ezt a sok terápia szerű zöldítési politikáját akarja folytatni, és mindenáron igyekszik a foszilis energiahordozókról Európát leválasztani, hogy a saját maga zöldítési terveit folytathassa majd a háború után. Ez egy nagyon dicséretes Próbálkozás lehet klímavédelmi szempontból, hogyha szigorúan ezen a csövön keresztül nézünk, de hogyha zöldítünk és zöld energiaforrások után kutatunk, akkor vajon mennyire állhatja útját ennek az, hogy intézkedés csomag része az, hogy a nem földgáz elégetésével termelt energia megavattonkénti árát is maximálná az Európai Unió, és én most átfordulnék a kollégához, Bera Péterhez, mert hogy ugye Például az egyik ilyen alternatív energiaforrás az a biogáz lehet, amelyhez létesítményeket kell létrehozni, amelynek költségei vannak. Már magának a biogáz üzemeltetésű létesítményeknek is van egy bizonyos költsége, vajon belefér -e egy ilyen 180, ha jól látom, 180 eurós maximáltárba mondjuk egy ilyen energiaforrásnak az értékesítése? Mármint, hogy az a kérdés, hogy ebbe az értéken való előállítása? Így van. Tehát, hogy akadályozhatja például az ilyen alternatív erőműveknek a létesítését, üzembeállítását az, hogy oda is egy ársapkát tervezteni az Európai Unió? Hát én, én lehet, hogy, lehet, hogy inkább itt én átvenném a, a, a választ, mert Péterünk a hulladékos területhez uhum. ért inkább. Tehát ezt úgy lehetne egy példával, ezt úgy lehetne egy példával megvilágítani, hogy Bécs, ugye nem régi sajtóhír volt, hogy pro problémás lett nekik a előre lekötött Bécs városának, a Bécs önkormányzatnak, problémás lett a a villamosenergia lekötése, mert előre ki kellett fizetni egy bizonyos biztosítási összeget, lekötési összeget, ez szorosára emelkedett. Most ehhez tudni kell, hogy Ausztria és Bécs, Bécset, is beleértve a villamos a 77%-át megújuló energiával fedezi, és érthetetlen, hogy amikor az áremelkedés elsősorban a földgáz, földgáz miatt, a földgáz szűkösség miatt Uh, ugye sújtja Európát, a helyben termelt villamosenergia is megdrágult, amit megújulóval termelnek. Uh -huh. Ugye erre, erre uh, jogos az a válasz, hogy azoknál a villamosenergia és energiatermelő technológiáknál, amelyek lokális forrásokra támaszkodnak, amelyek nem olyan energia hordozókat használnak, amelyeknek az ár, ára tényleg ennyire ki van feszítve, és ilyen sokat emelkedett, gondoljunk például a nukleáris atomerőművekben termelt villamosenergiára, vagy a megújulóval termelt, hogy ők ne ők ne emelhessék, ők ne tudjanak ekkora extra profitot realizálni. Tehát ez, ez, az intézkedés ezeket a szektorokat érinti, és ezért, ezért szerintem nagyon is indokolt, nem beszélve arról, hogy ugye ezt a magyar kormány már jóval ezelőtt felfedezte ezt a diszonanciát, és jóval hamarabb egyfajta ilyen hát tartalékot és, és extra adót, ágazati adókat vetett ki ezekre a cégekre. Ebből van most az a alap és honvédelmi alap, amiben a kormány gyűjti ezt a plusz bevételt. Tehát Európai Uniós rájött erre a lehetőségre, és, és ők is követik a, a, azt, a, azt az utat, amit a magyar kormány már elkezdett, és amire kezdett benne a magyar kormány, ugye kapta kapta. Hát hideget, meleget. Mindjárt rátérünk a hulladék gazdálkodási kérdésekre, nem akarok udvariatlan lenni Bera Péterrel, csak még mindig a témánál maradva, ugye a magyar kormány extra profit adója, amit itt az imént már szóba hoztunk, az egy magyar célt szolgáló kasszába kerül be. Most itt, ha jól értelmezem ezt az uniós javaslatot, akkor ezek az extra profit adó készletek, vagy ezek az összegek, ezek viszont egy közös kasszába kerülnének be, tehát Gyakorlatilag az unió osztaná vissza ezeket a pénzeket arra, amire ő jónak látja. Ugye Magyarország esetében azt már látjuk, hogy gyakrabban nem kerülnek ide ezek az összegek, vagy nem időben, mint ahogyan igen. Ez például mennyire hatásköre, vagy mennyire áll jogában egy Európai Uniónak? Sajnos itt megint azt a központosító törekvést kell felfedeznünk, amit már annyi, annyi esetben, hogy most csak maradjunk az energiaszektornál. Ugye minden tagállamnak joga, hogy megállapítsa a saját energiamixét, természetesen az európai célszámokat követve, de azt, hogy milyen technológiával, milyen időbeli ütemezéssel hajtsa végre ezeket a célokat, tehát, hogy mikor érjen el bizonyos üvegházgáz vagy mikor érje el azt, hogy ennyi és ennyi legyen a megülő energia aránya, azt eddig joga volt megszabni. Ez tulajdonképpen ez, a, ez az intézkedés megint csak egy beavatkozás ebbe a, az energia ágazatba, az energia mix megállapításába, mert ugye itt jövedelmeket keletkeztet, és az központosít. Tehát növeli az Európai Bizottságnak a jövedelem újra elosztó képességét, és ezzel, ugye, hogy, hogy hogyan el az Európai Bizottság ezt a pénzt, ez, ezzel ugye a tagállamoktól elvett pénzzel nyomást lehet gyakorolni a tagállamokra, tehát ki, kitűnően kitűnően kitalált logika, és ugye az Európai Unió ezt a pénzt egyértelműen az energiaszegénységnek a csökkentésére akarja fordítani, hiszen Nyugat-Európában is nagyon, tehát várhatóan sok tíz százalékkal meg fog nőni azoknak az aránya, akik késedelmesen vagy nem fogják tudni fizetni a, az energiaszámláikat, hiszen ott a tagállamoknak egy nagyon kicsi részében van a magyarhoz hasonló árszabályozás és rezsipolitika, másrészt pedig zöldítésre kell fordítani ezt a pénzt, tehát gyakorlatilag egy, ez is egy olyan irány háborús időkben, hogy ha én most azt mondom, hogy erőltetett zöldítést kell végrehajtani, akkor azzal azt mondom, hogy a tagállamok költsenek még többet egy egyelőre piaci környezetben korlátozottan a lábán állni tudó ágazatra, ugye ami támogatással működött már a háború előtt is, tehát olyan, energiák, olyan energia termelő technológiákba fektesse a pénzt, ami mindig támogatásra szorult, tehát éppen, hogy most arra kéne fókuszálni ezekben a háborús időkben, hogy minél olcsóbban próbáljunk, és a hazai energia hordozók felhasználásával energiát termelni, hiszen az olcsó import idejének is vége tehát háborús időben, krízisben nincs olcsó import. Lehet-e hazai energiahordozó a hulladék, és akkor most már célzottan mm. <laughs> Bera Péter az, akihez fordulok. A hulladék, ha jól láttam azt a tanulmányt, amit önök jegyeztek, nagyon Csekély mértékben hasznosul energiahordozóként jelenleg Magyarországon, és bár van terv ennek a növelésére, de nagyon lassan um, szeretné növelni az energiahordozóként való felhasználás arányát. lehetne egy gyorsabban, és ha igen, akkor hogyan, és milyen módon? Elsősorban nyilván mind, mindenhez is pénz kell. Tehát, hogyha. Megkapjuk az európai uniós forrásokat, akkor abból lehet már alokálni megfelelő mennyiségű összeget arra, hogy a zöld átállás egyébben elkezdjünk olyan infrastruktúrákat kiépíteni, amivel adott esetben a hulladékból tudunk energiát nyerni. Jelenleg Magyarországon ez most úgy néz ki, hogy amit energetikai célra adnak át hasznosításra, az egy millió tonna. Na most ezzel szemben, hogyha ha a lebomló hulladékokról beszélünk, ugye nagy része most jelenleg a kommunális hulladékba kerül, ami Magyarországon olyan. 2020-as statisztikai adat szerint 3,5 millió tonna becsléseink alapján 35 50 százalék, de ha egy szerényebb becslése 30 százaléknál is maradunk, az is olyan 1 millió körüli tonna lehetne szintén az a mennyiség, amit energikai célra hasznosítanak, körülbelül ugyanennyi lehetne, amit szintén biogáz hasznosításra lehetne átadni. Ez egy jelentős mennyiségű növekedés lenne, tulajdonképpen meg lehetne növelni a hulladékból való kinyerését, főleg úgy, hogy jelenleg 4 millió tonna kerül hulladék lerakóra. Tehát bőven van abban potenciál, hogy ami lerakóra kerül, azokból az anyagból kinyert ö, energiáként tudjuk ö, hasznosítani, és nem csak a biológiai bombról beszélek, sajnos szakmai évként szoktuk fölhozni azt, hogy hogy még mindig jobb, hogyha mondjuk energiaként tudunk hasznosítani mondjuk egy hulladék égetővel, mint hogyha mondjuk lerakóra kerül. Ö, igaz, mert az legalább hő- vagy villamos energiaként lehet termelni. Itt olyan technológiákat kéne kiegészíteni, az, hogy a széndiokszidot megkötni, meg a füstgáz tisztító folyamatokat fontosan olyan értékben javítani, hogy, hogy a levegőben ne kerüljön adott esetben szennyező anyag, vagy nagyon-nagyon minimális mértékben kerüljön. Nem túl nagy ennek a költségráfordítása a magyar kormány részéről. Európai Uniós támogatási források nélkül, mert lehet, hogy én nem tanulmányoztam elég behatóan a támogatási programokat, de minthogyha a biogáztermelés nem igazán lett volna benne a támogatható vagy támogatandó területek között. De egyébként van róla terv, ugye az európai források között is, a hazai források között az a környezetenergiai operatív program, ezekben a, a zöld átállásnak a különböző vetületének foglalkozik a, a felhasználásával, a pályázati felhasználásával. Ebben a körforgásos gazdaság is benne van, tehát tulajdonképpen a, a termékeknek a újrahasznosíthatósága vagy hosszantartó élettartamáta, de ebbe ugyanúgy bele tartozik egyébként a megújuló energia való előállítás, vagy a nyerő bocsánat, és ebben tulajdonképpen a biogáz is bele tartozik ilyen szempontból. Most egy-két napja volt hír, hogy újra elindítják az oroszlányi erőművet. Ez mit jelent most a biogáz termelés, illetve a magyar energiatermelés szempontjából? Egy apró lépés, amit azért nagyon-nagyon gyorsan követnie kell egy újabbaknak, vagy itt azért legalább helyileg egy komoly energiaelő állító lehet ez az erőmű? Nem, a, ugye a erőmű ez már régóta nem üzemelt. Tulajdonképpen itt is majd részben biológiai a jelöltet lebomló anyagokból biogáz fognak kell elájtani, meg illetve egy másodlagos üzemanyagból az az SRF, ami, ami tulajdonképpen egy ilyen előközött hulladéknak a energiából kinyerése. Ez egy jó irányvonal abban, hogy elinduljunk abba, hogy megnézzük, hogy ilyen rendszerek mennyire tudnak működni. Itt nagyon fontos az, hogy, hogy az elemzésünk alapján a biogáz, hogyha biometán biometánt állítunk elő különböző tisztítási eljárásokkal, akkor az betáplálható viszonylag könnyedén a földgázrendszer. A földgázrendszerekbe nagy infrastruktúrális átalakításokat nem igényel, de viszont kiépítést meg mindenféleképpen. Ehhez is egyébként felhasználhatóak lehetnének az uniós források. Ha a jogszabályi környezet megvan hozzá, ha a pénz megvan hozzá, tegyük fel, hogy igen, kb. mennyi idő lenne és mekkora, hányadot tudna átváltani vagy kiváltani az orosz földgázból a biometán vagy a biogáz termelés? Tulajdonképpen az elemzésünk alapján az Agrárközgazdasági Intézetnek egy, egy középértéken meghatározott számítást vettünk alapul, ami 118 petajoule, annak a különböző biogáz konverziójával együtt olyan 25% jött ki matekban, ami 2,5 milliárd Köbméter földgáznak felel meg, de hozzátesszük, hogy ezek becslések, elemzések, ahhoz, hogy ez ténylegesen meg tudjon valósulni, és az, hogy ezt milyen ütemben lehetne Magyarországon fejleszteni és elindítani, ahhoz egy komoly megvalósíthatósági tanulmány szükséges véleményem szerint létre kéne hozni arra egy munkacsoportot azért, hogy fölmérjük az országban, mint régiósan, mint egybe keletkezett hulladékok mennyisége át, hogy mennyi energiát, biológiai lebomló hulladékot lehet kinyerni, és ez alapján kell a tervezéseket is megcsinálni, hiszen ez is az egyik nagyon kritikus problémája, hogy a méretgazdaságosság elve alapján megfelelő méretű, megfelelő alapanyagellátottsággal lehessen ezeket a betáplálást úgymond megtenni. Ezért Adekvát módon akkor lehetne erre tényleg pontosabbat mondani, hogyha ezek a elemzéseket ki lehet terjeszteni országos szinten, és akkor lehet megmondani, hogy körülbelül hol lehet elhelyezni, mennyit lehet elhelyezni, és ez milyen költségigénye van mindent együttvéve a biogáz tehát a diverzifikáció egyik lehetséges területe. Nagyon elszaladt már az időnk, úgyhogy jócskán meg kell húznom mind a, a, a kérdéseket, amelyeket terveztem volna fölvetni, de itt Magyarországon terveznek kiaknázni a föld alatt fekvő palagászkészleteket, és aminek úgy gondolom, vagy úgy tudom, hogy már azért el is indultak a munkálatai nagy ütemmel. Azt olvastam valahol, hogy Magyarország alatt és Európa alatt is irodatlan mennyiségű gáz van. Ezeknek a kiaknázása lehetségese úgy, hogy hát itt azért nem Amerikában vagyunk, meg nem a kies gyepéken, hanem itt házak vannak a föld felszíne fölött. Így van, de egyelőre maradjunk. Én már annak is nagyon örülnék, hogyha a hagyományos földgázkészleteinket tudnánk minél gyorsabban felszínhozni, ilyen árkörnyezetben ez is rentábil is lehet. Ugye hallottunk róla, hogy Békés megyében Jégpusztán már megindul egy plusz kitermelési pont, de ez hagyományos földgáz. Magyarországnak több mint 70 milliárd köbméter hagyományos kitermelhető hagyományos földgáza van. Ennek a kitermelése is nagy lépés lenne, hogyha gyorsabban történne, jelentősen emelhető ezzel is a hazai kitermelés aránya, ami most olyan 15%. Magyarországon nem palagáz van, hanem, hanem nagy mélységi hagyományos gáz. Ez olyan három és fél négy és fél kilométer mélyen van a föld alatt, és jelen például az a baj, hogy óriási a nyomás és óriási a hőmérséklet, és bizony komoly technológiai fejlesztés kell ahhoz, hogy ez ez a mélységi földgáz ez kijöhessen, de ez egy hatalmas mennyiség, tehát a becslések azok tényleg szórnak, de a minimum az 600 milliárd köbméter, ugye az éves fogyasztásunk az 10, 10 milliárd köbméter, de a kitermelhető vagyont mértékadó becslések akár 1600 milliárd köbméterre is teszik, ez egy óriási kincs. Vannak már, léteznek olyan technológiák, amivel ilyen gázt már hoztak ki, erre, erre van esély, és szerintem ebbe az irányba kell menni, mert ez egy hatalmas lehetőség. Az a különbség egyébként a palagász tekintetében, mert például Lengyelország területén tőlünk északabbra tényleg komoly palagázmennyiségek vannak. Itt az a lényeg, hogy ezek sűrűn lakott területeken vannak, nem úgy, mint Észak-Amerikában, ahol ahol gyakorlatilag sivatag és félsivatagi területeken vannak, és bizony nem veszélytelen ez, tehát meg kell azért nagyon, nagyon, pontos környezeti tanulmányokat kell végezni, és engedélyeztetést kell végezni ahhoz, hogy ez működhessen. Európában eddig ezért nem, nem igazán jött szóba a palagáz kitermelése, de nagyon sok országnak van földgáz készlete, csak a magas a kitermelési költségek miatt nem jött szóba, hogy, hogy ezeket kitermeljük, de ilyen árkörnyezetben sok országnál, például, például, most Románia fejleszti erőteljesen a kitermelését, Horvátország termeli, tervezi a kitermelés növelését a környékünkön is, tehát ezeknél is ugye számítunk további import lehetőségekre, ami nem orosz forrás. Egyetlen percnyi beszélgetési időnk van már csak, és egy borzasztó fontos a hallgatókat is, bizonyára nagyon érdeklő kérdést még Toldi Ottónak szeretnék föltenni. Lesz-e elegendő nyersanyag? gáz Magyarországon arra, hogy a fűtési szezont valahogyan átvészeljünk a jelenlegi tudás szerint? A jelenlegi tudás szerint a 2022-es fűtési szezon az, az borítékolhatóan megvan, tehát bent van a teljes lakossági földgáz szükségletünk már a tározókba. Ezen kívül Ugye, amit az interjú erején hangsúlyoztam, hogy a hazai forrásokra való építés is nagyon erőteljesen zajlik. Ugye az Mátrai erőműnek a blokkjai újraindulnak. Ez egy akkora teljesítményű lignitüzelésű erőművel, amivel a földgáz tüzelésű erőműveinknek a felekapacitását ki lehet váltani, jön a vértesi erőmű, tehát fontos lesz a hazai forrásakuró építkezés, a való építkezés, és láthatólag a kormány ebbe az irányba hat. Én a 2022-től nem férek, most már 2023-ért kell szurkolni. Tegyük ezt, Toldi -Ottót, a Klímapolitikai Intézet kutatásvezetőjét, illetve Bera Pétert, a Klímapolitikai Intézet körforgásos gazdaság, gazdaság szakértőjét hallották az elmúlt perc. Köszönöm, hogy bejöttek hozzánk!